Sziasztok, Peti vagyok, és ez a Avagroup média csatornát nézitek. Nagyon boldog vagyok, hisz téma-témát szül. Ugye két részsel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mi van akkor, hogyha magyarországi jogosítványod van, illetve magyar rendszámod, de itt élsz Németországban. Valamint utána elkészült egy olyan videónk, aminek mind a kettőnek a linkjét megtaláljátok a leírásban, amiben arról beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha új jogosítvány szeretnél vagy a jogosítványodat szeretnéd kibővítetni, új kategóriával, de itt élsz Németországban már hosszabb ideje. Az előző videók témájából többen megjegyezték azt, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy mikor kell bejelentkezni Németországban, hogy néz ki a fő lakcím és másodlagos vagy ideglenes lakcím. Itt Németországban van akkor, hogyha otthon Magyarországon is van ingatlanod, illetve itt dolgozol hosszabb ideje ezért magunk elé vesszük a BMG-t, a Bundesmeldegezet kinyomtatott formában, és végignézzük, hogy mi kötelez minket bejelentkezésre, vagy éppen mi nem. Ha érdekel a téma, maradj velünk, és indul az intro, mi alatt meg tudjátok nyomni a feliratkozó gombot, illetve tudtok nyomni egy lájkot. Like Vágjunk bele! Tehát nézzük meg a Bundesmeldegezetet. A Németországban lévő összes törvény elérhető az interneten. Érdemes főleg azért, hogy a ti életeteket megkönnyebbítsétek, ismerni ezeket a törvényeket. Legalábbis a rátok vonatkozó részét. Lehet egy hosszas vitát indítani abból, hogy. Mennyire kontrollálják ezeket a törvényeknek a betartását a különböző hatóságok. Én magam is, itt a disclaimer, nem vagyok jogász, viszont ezeket a dolgokat elolvasom, ismerem, és tudom, hogyha valamilyen probléma keletkezik, akkor mit vétettem, mit kockáztattam, illetve mi lehet a büntetése annak, hogyha nem törvényszerűen járok el bármilyen témában. A németországi törvényeket megtaláljátok a kezetce-im-internet.de oldalán. Itt minden létező törvényt megtaláltok. Kinyomtathatjátok, végolvashatok. van egy online tartalomjegyzék, de mi most kinyomtattuk és papíralapon fogjuk megnézni. Még amit megtalálhattok az interneten, az a Patreon oldalunk ahol hozzájárulhatok a csatorna működéséhez anyagilag, hogyha tetszenek az ilyen jellegű tartalmak. Az, aki nem szeretné havonta elkötelezni magát, az a PayPal gyűjtésünkön adhat anyagi támogatást azért, hogy továbbra is tudjunk működni, és ilyen jellegű videókat tudjunk számotokra készíteni. Mind a két honlapnak az elérhetőségét megtaláljátok a videó leírásában valamint azért, hogy könnyebben lehessen keresni az ilyen jellegű tartalmakat, készítettünk egy új YouTube csatornát, a Német Élet nevű YouTube csatornát ma hoztam létre, azért, hogy az összes olyan témájú videó, mely a ti Németországban való életeteket segíti, vagy hogyha éppen azon gondolkozol, hogy Németországba szeretnél költözni, így szeretnél dolgozni, életvitelszerűen élni, akkor itt ezen a csatornán ezentúl megtalálhatjátok az összes videót, ami fönn van az Ava Group média oldalon is, de itt hamarabb megtaláljátok őket. Mihelyt eléri ez a csatorna az 1000 feliratkozót, attól a ponttól az Ava Group média oldalán nem lesznek fönt több ilyen jellegű videók, minden videót átköltöztetünk a Német Élet nevű YouTube csatornára, és akkor az ilyen jellegű videók mindig csak itt fognak megjelenni, meg persze Facebookon. Úgyhogy ha érdekel a téma, és szeretnétek még ilyen videókat nézni a jövőben, iratkozzatok föl a Német Élet nevű csatornára, a YouTube-on kereshetek rá, hogy Német minusz Élet Ékezetekkel. Tehát a mai fő témánk a Bundes A németek szeretnek mindent rövidíteni, ennek a rövidítése a BMG a törvény 30 din A4-es oldalon nyomtatható ki az imént említett honlapról. Az első oldalak igazából csak az adataitok kezeléséről szól, ugye, hogy milyen módon tárolják őket, kiknek adják, adhatják ki a ti adatokat. Majd eljutunk a 17. paragrafusig általános bejelentkezési kötelezettség pontig. A törvény 17. paragrafusának első pontja kimondja, hogy mindenki, aki németországi lakásba költözik, köteles két héten belül bejelentkezni. Vannak finomságok, mindenre ki fogunk törni mindjárt. A második pontja pedig az, hogy ha kiköltözöl egy németországi ingatlanból, akkor két héten belül Köteles vagy kijelentkezni onnan. Ha tudod, hogy mikor fogsz kiköltözni, akkor legkorábban egy héttel a költözés előtt már beadhatod a kijelentkezési papírjaidat. A törvény 19. paragrafusa arról szól, hogy a ti bérbeadóknak is kötelezettsége igazolni a adott önkormányzat fele, hogy ti az ő lakásába bevajtók jelentkezve. Ugyanakkor a 19. paragrafus 6. pontja arról szól, hogy tilos és büntetendő valahova bejelentkezni úgy, hogy te ott nem laksz és nem is szándékozol ott lakni. Ugye sokan csinálják azt, hogy bejelentkeznek egy ingatlanba csak azért, hogy valamilyen juttatáshoz jussanak, ez a pont. Van ez ellen a hát nevezük bűncselekmény ellen. A huszadik paragrafus pedig leírja azt, hogy mi számít egészen pontosan lakásnak. Lakásnak számít minden olyan körbezárt tér, amelyik ö, lakásra, alvásra alkalmas. Ez vonatkozik hajókra is, lakókocsikra és lakóhajókra, amennyiben azok keveset vagy egyáltalán nincsenek helyileg mozgatva. Következő paragrafus nagyon fontos, és ebből van a legtöbb félreértés az interneten, a, és nagyon sok ilyen jellegű kommentet kaptunk mi is. A 21. paragrafus első pontja leírja, hogy mindenki, akinek van egy lakóhelye, itt Németországban, az ő neki a fő lakcíme. Tehát a németet nem érdekli, hogy neked Magyarországon van egy fő lakhelyed, vagy egy ideglenes lakhelyed bejelentve. A német államot, a német hatóságot csak az érdekli, hogyha itt élsz Németországban, és legalább egy lakcímre be vagy jelentve, onnantól az a te fő lakcímed. Tehát nincsen olyan, hogy dolgokat csak Magyarországra fizetsz, dolgokat meg csak ide, illetve hogyha neked az nem tetszik, hogy itt bármilyen adót, vagy terhet, vagy, vagy kötelezettséget kell vállalnod, akkor te nem teheted fel a kezed, de hát te Magyarországon élsz. Arra is visszatérünk, hogy mely ponttól számít ez, hogy te Magyarországon élsz, hogy ott van-e az életviteli középpontod, vagy itt van Németországban. És pontosan erről van szó a következő paragrafusban, a 22. paragrafus harmadik pontja egész pontosan leírja, hogy amennyiben kétség támadna arról, hogy mi a te fő, illetve ideglenes lakcímed, leírja, hogy a te fő lakcímed az, ahol az életviteli középpontod, tehát, ahol a legtöbb időt töltöd el az életedből, az a te fő lakcímed a német hatóságok számára. Sokan gondolják azt az interneten, hogy ők valamilyen szintű mentességet vagy kivételt éreznek ezek alól a törvények alól. Nézzük meg tehát a 26. paragrafust és a 27. paragrafust, melyek. A mentességre, illetve a törvény alól való kivételekről szól. A 26. paragrafus mentesség a bejelentkezési kötelesség alól. Mentességet élveznek a köte bejelentés alól a külföldi diplomata missziók, illetve külföldi konzulátusok tagjai, illetve azok családtagjai. Valamint mentességet élveznek a bejelentkezés kötelessége alól azok, akik valamilyen nemzetközi jogi megállapodás alapján kapnak mentességet. Ugye ezek nemzetek közötti jogi megállapodások, mivel mi itt mind az Európai Unióba tartozunk, ezért ilyen mentességi megállapodás ránk, magyarokra, szlovákokra, egyebekre nem vonatkozik és akkor most nézzük meg a 27. paragrafust, amiben le van írva, hogy kik élveznek kivételt ez alól a bejelentkezési kötelezettség alól. Kivételt élveznek azok az egyének a bejelentkezés kötelezettsége alól, akiknek már van egy lakhelye Németországban, és egy úgynevezett Gemeinschaftsunterkunft, vagy egy, ö, tehát a Genlánsáv Szunterkunft, ugye az, amikor többen élnek egy lakásban, illetve azok, akik munkaneoldójuk által szolgálati lakást kapnak, a következő szakmákban, figyelem, katonai szolgálat, ö, nemzeti önkéntes szolgálat, közszolgálat, katonai törvény negyedik részében tartozó szolgálatot hajtanak végre, Hivatásos katonák vagy teljes időtartalmú szolgálatot teljesítenek az állami vagy területi rendőrségnél, és mindezek nem töltik a szolgálati lakásban 12 hónapnál több idejüket. Közszolgálati ö, tanulók a tanulási idejük alatt, ugye, hogyha valamilyen mondjuk rendőrségi egyetemre vagy vagy főiskolára mész, akkor téged kihelyezhetnek egy adott ö, ö, körzetbe. A 27. paragrafus második pontja szintén további kivételekről ír, mégpedig, hogyha valakinek van már németországi lakhelye és egy másik lakcímen nem több mint 6 hónapot szándékszik lakni, akkor nem köteles bejelentkezni oda. Ellenben, hogyha 6 hónapnál tovább tartózkodik egy ilyen lakásban, akkor két héten belül köteles bejelentkezni oda. És most figyeljetek, itt van az a pont, ami ránk külföldi ö, személyekre vonatkozik, azok a személyek, akik külföldről származnak, és nincsenek bejelentkezve egy németországi lakásba, azoknak három hónapjuk van arra, hogy a bejelentkezésüket megtegyék. Ehhez a ponthoz amúgy kiegészítőleg szintén hozzátartozik, hogyha neked három hónapnál hosszabb időtartalmú határozott vagy esetleg határozatlan időtartalmú munkaszerződésed van, akkor rád fogják mosni, hogy de nagyon jól tudtad, hogy három hónapnál tovább fogsz maradni, és ebben az esetben köteles vagy az első két hétben bejelentkezned. És akkor a 25. paragrafus harmadik pontjában pedig le van írva a kitelepítettek, és a menekült jogot igénylőkre vonatkozó pontok. Voltak olyan kommentek is, hogy mi van akkor, hogyha te nem egy lakásban, hanem egy szállodában, panzióban vagy elszállásolva, akkor rád mi vonatkozik. A 29. paragrafusa a Bundesmeldegezetnek pontosan ezzel foglalkozik. Az, aki egy szállodában vagy vendéglátói egységben van elszállásolva, és hosszabb időre van ott elszállásolva, mint 6 hónap, annak kötelessége bejelentkezni, de ez csak azokra vonatkozik, akiknek van Németországban már egy fő lakcíme. Ránk külföldiekre az a második mondat tartozik, a szintén a 29. paragrafus első pontjából, hogy az, Akinek nincsen bejelentett lakása itt Németországban, az három hónap lejárta után két héten belül köteles bejelentkezni az adott szállodába, mint ottani állandó lakos. És ugye, mint ahogy az előbb megtudtuk, ez lesz onnantól a német állam a hatóság szemében a te fő lakcímed megint csak valószínűleg bár ilyen komment még nem jött, de erre a videóra biztos, hogy jönni fog. Jó, de mi van, hogyha sátorozok vagy kempingelek? Nos, erre is van ö, a német államnak megoldása, mégpedig a 29. paragrafus 4. pontjában le van írva, hogyha amennyiben ö, hivatalos kempingben, tehát ahol te fizetsz a sátrad felállításáért, vagy a lakókocsid leparkoltatásáért, abban ugyanaz a feltétel vonatkozik rád, mint föntebb, tehát hogyha három hónapnál több időt töltesz el a fizetős kempingben, vagy akár egy cégnek a területén, akkor két héten belül be kell, hogy jelentkezz. Igazából a törvénynek a többi része már megint csak arról szól, hogy miként kezelik az adataitokat, és kiknek lehet azt kiadni. Ugye érdekes, hogy a törvényben benne van az, hogyha ti utánatok nyomoznak, akkor nyilván a meldebe hördének ki kell, hogy adja a ti adataitokat, hogy hol laktok, tehát elbújni nem olyan egyszerű. Valamint beszéljünk még magáról a bejelentkezésről. Minden községben, városban ez egy kicsit más lehet. Mikor én 2001-ben Bonnban bejelentkeztem, mert akkor is dolgoztam már Németországban, akkor adtak egy forma nyomtatványt, amit a bérbeadóval ki kellett töltetni. Ellenben, mikor mi 2013-ban és 2014 ben ott költöztünk, bejelentkeztünk itt Rótenburgban, akkor elég volt csak a bérleti szerződés magunkkal vinni, és nem kértek semmilyen más papírt. Ugyanakkor most úgy tudom, hogy 2018 óta már itt Rótenburgban is adnak egy papírt, amit a bérbeadóddal ki kell, hogy töltes. Tehát ezért ne vegyetek mindent készpénznek, inkább kérdezzétek meg. Ugye a bejelentkezést azt a helyi melde ámtban kell megtenni. Erre is figyeljetek, hogyha például olyan helyen laktok, mint nálunk Rótenburg. Rótenburgban a rótenburgi lakosok azok a Grünemarkt egyes házszámra mennek a Meldeámthoz, viszont azok, akik nem Rótenburgban, hanem a követ, körülötte lévő falvakban ö, laknak, azoknak Rótenburg városán belül van egy külön melde ámt, ahova mennetek kell ö, bejelentkezni. Tehát, hogy németek, mondhatjuk, hogy csak azért, hogy nekünk bonyolultabb legyen. A lényeg a lényeg, hogy mindig kérdezzetek utána, és ne lepődjetek meg, hogyha az egyik helyről elküldenek a másikba, mert rossz infót kaptok, vagy egyszerűen nem tudjátok, hogy pontosan mihez tartoztok. Mi is, amikor Noizicból beköltöztünk Rotenburgba, akkor pattogtunk, mint a teniszlabda a két ám között, mert nem tudták eldönteni, hogy mihova tartozik maguk a németek se. Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl. Ha ez a téma tetszett, akkor iratkozzatok föl, a Német Élet nevű YouTube csatornánkra is, és nyomjátok meg a lájkombot, like írjatok kommenteket, hogyha van még kérdés, ha tudjuk rá a választ, akkor a régebbi kommentálók mind tudják, hogy mindig válaszolunk, ha esetleg olyat kérdeztek, amire zsebből nincsen válaszunk, mert mi magunk se tudjuk, még egyszer, én nem vagyok jogász, azokról tudok nektek beszélni, mely törvényeket, ismerek. Természetesen, hogyha valakinek van olyan kommentje, kérdése, mely megérdemel egy önálló videó tartalmat, akár bele is írhatod, hogy Péter Lécibe csinálja egy videót, nem tudom miről, akkor föl fogok készülni, kinyomtatjuk a, a, törvényt, végigolvasom, és el fogom nektek mondani videóban, hogy mi az aktuális tényállás. Úgyhogy Gyertek vissza legközelebb is! Sziasztok!